meg akarok mutatni belőle még egy részt. Szóval a számítógép az hatalmas, de 15 millikelvines hőmérséklet miatt hűteni kell az egész berendezést. Úgyhogy ezért van az, hogy a kvantumos sík vagyan, a körbe ismét fogjuk látni, az nagyjából egy tenyérnyi méretű rész, az összes többi része az pedig egy ilyen hűtőház, hogy el tudjuk érni ezt a nagyon hideg hőmérsékletet. És ahol le fogom majd állítani a videót, ez egy kis grafikon lesz, ami mutatni fogja a mögötte lévő működési nyelvet, szimulált felhűtést alkalmazva egy problémának az optimális megoldását fogjuk megkeresni, vagy lehet szépen látni egy grafikon, ahol azt fogjuk látni, hogy különböző lehetséges megoldások közül keressük a legkisebb megoldást, és ha eljutunk ebbe a pontba, amit legalább van, akkor ott képesek voltunk arra, hogy visszaadjuk a problémának a megoldását. Bármilyen olyan való világban lévő probléma, amit át lehet fordítani erre, hogy valamiféle minimum értéket keresünk, az alkalmazható a DVD-nek a kvantum számítógépén, a többi jellegű dolog az nem alkalmazható rajta, és hát az LSH-t feltörő sor algoritmus az nem minimum keresésre működik. Úgyhogy én személy